egyszer meghallgattam, akkor igen. Most én mesélek, megpróbálok ilyen Vitrai Tamás. Na, mondjuk ezt nem próbálom meg, mert ez hosszú ideig tartana. Vitrai Tamás az a kedvenc emléke, hogy valaki rúgott 40 méterrel egy óriási bombagot, és azt mondta, hogy gól. Irigylem a nyugalmát. Ezt a zenekart az egyetemen ismertem meg, de igazából nem annyira figyeltem fel rájuk, aztán egyszer, amikor még bőven nem laktam Budapesten, feljöttem az egyik barátomhoz, és mielőtt elindultunk volna buliba, berúgtunk az albérletében, és akkor jött ki a Pitchforknak a 2000-es évek első évtizedének legjobb 500 száma, vagy valami ilyen válogatás volt, amit akkor még ugye nem streameltünk, hanem letöltöttük a torrentről, és beraktuk shuffle-re Winampon, és rögtön egy Clientel számmal kezdődött, és én abban a másodpercben beleszerettem ebbe a zenekarba, és igazából talán, ahogy a Laci is mondta, vannak ilyen zenekarok, nagyon kevés, ami egész életünkben elkísér minket, nekem a Clientel az egyik ilyen. Idén életem egyik legjobb napja lett volna, amikor sikerült elérni, hogy egy ilyen szabadtéri koncertsorozat kurátora lehessek, és ennek a keretein belül lejött volna Alasdair MacLean a Clientel énekese, és eljátszott volna egy szólókoncertet. Hát ezt is, mint minden más, elsöpörte a történelem. Ha sokkal jobb lett volna, most az jut nektek, hogy mi eljátszunk egy Clientel számot. Köszönjük szépen!